A rendezvényt a magyar himnusszal nyitották meg. Kókai Mernyák Melinda topolyai polgármester köszöntötte az egybegyülteket. A VMS egy szociálpolitikai programot dolgozott ki, amely faluttanya és peremkerületi gondnoki szolgálatot biztosítana az elöregedett és elszegényedett vajdasági közösségnek és családoknak. Az idősebb emberek, akik a tanyán élnek, sokszor magányosak, és ugye mind életminőségbelileg, és mind lelki szükségleteikben is hiányt szenvednek, és ezekre valamilyen választ próbálna adni. A peremkerületi gondnoki szolgálat pedig a fiataloknak és a családoknak próbálna segíteni azokon a kríziseknek az átvészelésében. Nagy Imre egyetemi tanár a terület és gazdaságfejlesztési tervet mutatta be. A rendezvényen felszólaló Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti frakció vezetője kiemelte, azt szeretnék elérni, hogy a szerbiai költségvetésből a magyar lakta vidék projektjeit nagyobb mértékben támogassák. Én azt látom a terepet járva az elmúlt hetekben, hogy az emberek értik, érzik, hogy ennek a választásnak mi a tétje, és hát abban reménykedem, hogy lehetőségünk lesz ezeket a programpontokat törvénybe iktatni a szerbiai képviselőházban. Minél nagyobb erő áll mögöttünk, annál nagyobb lesz az érdekérvényesítő erőnk, annál nagyobb esélyünk lesz arra, hogy ezek az elképzelések meg tudjanak valósulni. A rendezvényen Pásztor István a párt elnöke, valamint Varga László és Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselők is felszólaltak. Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulja a magyar kormánnyal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta, és a vajdasági magyarság további támogatásáról biztosította a topolyaiakat.